Kedves vendégek! Kuritján község önkormányzata, Kuritjányi Bányász nyugdíjas szakszervezet, Kuritjányi Művelődési Ház és könyvtár nevében nagy tisztelettel és mély szeretettel köszöntöm a helyi települési bányásznak alkalmával rendezett ünnepségen megjelent vendégeket, bányászokat, családtagjaikat, és mindazokat, akik már nem lehetnek most velünk. A bányászathoz kötődő munka kockázatokkal jár. Ezért különösen erős a szakmai művelői közötti szolidaritás és az összetartozás, az egymás irányába tanúsított megbecsülés és odafigyelés. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Szirászki Sándor, Kuritján községi önkormányzat polgármester urát, Tóth László, Kuritjányi bányászat, Kodály Zoltán alapfokú művészeti zeneiskola zenekarát, a megjelent községi önkormányzat képviselői, Kuritjáni Művelődési Ház és könyvtár dolgozói. Emlékezzünk! Mi még bányász családban nőttünk fel, tisztelettel kellett bánnunk a kenyérre. Túl sok alapfő csorgott a apánk unokáról, hogy a kenyér ne hiányozzon az asztalról. Mikor az iskolában a nagykapu kiválódtam, jó szerencsét, köszönések így hasonlók. És mindenkire felfogtuk az értelmét, mert sok bányász volt, ki haza többé sosem tért. Apám szemét a szénpor feketére festette, erős szerető kezét a lapát kérdésítette. Mégis úgy szerettem, mikor simogatta arcomat, úgy szerettem hozzábújni, mikor eljöttetek. Hányszor vásárolt a bányászok himnuszat, hányszor nyílt meg a temető kapuja. Még most is hallom a család az otogását, szinte látni vélem a rájuk omlott bányát. Ma a hős bányászokra emlékezünk, a múltba sírva beletemetkezünk. Felkérem Szirászki Sándor, Kuritján község polgármesterét, mondja el ünnepibe beszédét. Jó szerencsét! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt meghívott vendégeim, tisztelt Kuritjánnak! Múlt nélkül nincs jövő, és mennél gazdagabb a múltat, annál több fonáron kapaszkod a cégébe. Áravítottam ilyenkor a csinálni. Nekünk Kuritjánnak mindig is tudnunk kell, mit köszönhetünk a bányászoknak. A település házainak többsége, útjai, hivatala, iskolái a bányászok munkájából épültek. Napról napra ezek szálltak le a föld alá életüket kockáztatva, hogy felszínre hozzák azt a szenet, ami az ország gazdaságának az életet és fejlődést, Kuritjának pedig a gazdagodást és gyarapodást jelentett. A bányászat az ország legnagyobb részében csak történelmi tananyag, a hozzá kapcsolódó szokások pedig különleges exotikumok. Nálunk azonban szinte minden család múltjának a része. Ott van a szobák polcain, nagy gondoló volt bányász relikviákban, az apák és nagyapák szívesen mesélt történeteiben és felidézett emlékektől felvidámodó, vagy épp elkomoruló baráti társaságok évtizedes, megbonthatatlan összetartásában. Ott van a minket körülvevő épületekben, emlékekben, Kuritján minden bányászkezek által egymásra rakott téglájában. A bányászat erejét mi sem bizonyítja jobban, hogy több mint 20 éve, amikor felszínre hozták az utolsó csille szenet, a bányászok mégis minden évben jeles nap, embereket összehozó ünnepély, közösségépítő és közösségformáló. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi kuritjániak szerencsésnek mondhatjuk magunkat, csodás természeti környezetben fekszik községünk, de ez csak a külső, mit sem érne, ha nem lennénk képesek tartalommal megtölteni. A bányászoktól örökül hagyott kitartás, nagy munkabírás, összefogás és a másikért érzett felelősség bennünk is megvan, ezek azok az értékek, aminek köszönhetően nem felejtve, hogy honnan jöttünk, miből lettünk, túl tudunk lépni a múlt árnyain, és a kesergés helyett a remény, a jövőbe vetett hit tölti be újra hétköznapjainkat. Az ide látogató megtapasztalhatja, épül, szépül községünk, mi azonban nem csak külső szemlélői, hanem napról napra részesei is vagyunk a változásoknak. Lehet, hogy néha türelmetlenek vagyunk,
nehezen viseljük a kényelmetlen helyzeteket, de higgyék el, megérünk várni, hogy kihűljön az aszfalt, helyére kerüljenek az új dolgok, hisz a kész, az mindannyiunk örömét szolgálja. Vigyázzunk megszerzett értékeinkre, mert az is a mi és utódaink kényelmét szolgálja. Túl kell lépnünk a magyarokra jellemző pessimizmuson, ne mindig azt keressük, mi miért nem jó, hanem legyünk büszkék eredményeinkre, legyen közös célunk kuritján szebbé, jobbá tétele. Ahogy annak idején bányász nagyapáink építették tégráról tégrára kuritjánt, úgy újítjuk meg mi is, és modernizáljuk lépésről lépésre, utcáról utcára, intézményről intézményre haladva községünket. Elődeink is úgy gondolták, és mi is azt hiszük benne, az a feladatunk, hogy összegyűjtött álmainkat és terveinket ne csak dédelgessük, hanem valósítsuk is meg. Vitathatatlan, voltak a múltban is nehéz időszakok, és lesznek azok a jövőben is. Különösen most a szomszédunkban zajló háború és az elhibázott világpolitikai döntések miatt, de az egymásba vetett hit mindig átsegít a bajokon, a jövőt szem előtt tartva megoldottuk a gondokat. Bízom benne, hogy ez most sem lesz másképp, és remélhetőleg jövőre a 73. bányászt, akkor kevesebb gonddal, de erősebben ünnepelhetünk. Jó szerencsét! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Köszönjük szépen Szilágyi Sándor polgármester úr szívrehetően emlékezését. Szabó Anna, a kuritjáni általános iskola tanulója, verssel emlékezik a bányászokra. Aranyosi Ervin, bányásznapi emlék. Mi itt vagyunk még néhányan, és ünnepeljük őket, a bajtársakat, a hősöket, a korán elmenőket. Emlékszünk a holtakra, kiket elvett a bánya, az egészségét, életét elvesztett sok barátra. Emlékünkben tovább élnek, s mi életben tartjuk, mert hiányoznak, s elfelejtni sohasem akarjuk. Összeállnak lehetünkben a közös szép emlékek, és amíg biztosan szívünkben tovább élnek. És találkoznunk kell majd. És a múlt felsejlik bennünk. Most búcsúzzunk, de jövőre ugyanitt kell lennünk. Tóth László, a kuritjáni bányász nyugdíjas szakszervezete, szakszervezetének elnöke, át fogja adni. Amit akart. Igen. Kedves vendégek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden egyes résztvevőt, aki ezen a 72. bányásznapi ünnepség alkalmával itt közöttünk megjelent. Külön köszöntöm Önöket, a BDS, tehát a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke nevében, Rabi úr nevében. Külön köszöntöm a résztvevőket, a megyei testület elnöke, asszony nevében, illetve a Borsod megyei bányász szakszervezet elnöke. Most nem akarok a bányásznapi témákkal kapcsolatosan szólni sokat, de egy pár saját gondolatokat szeretném önöknek elmondani. Én 1961-től és 62-től vagyok ennek a bányász szakszervezetnek, illetve azóta vagyok bányász. Bányász szülők, hatodik gyerekként születtem Herbolyán, és azóta is onnan mentem nyugdíjba, a munkahelyem a bányászatról szól, mai napig is önök között, ti közöttetek, és a bányászok között élem életemet. A mindennapi tevékenységem még hozzájárul ahhoz, hogy egy nagyszerű emléket, ami a bányász szakszervezet őriz évről évre, évtizedre, és a hagyományokat mai napig is megtartja. Úgy érzem, hogy olyan aktív részesei vagyunk egyébként ennek a bányász hagyománynak, ami élő emberei vagyunk, aki az anyja tejével együtt szívta
a bánászoknak azt a fajta érzésvilágát, amiben mai napig is élünk, illetve hordozunk. Én nagyon sok területen megjártam a bánászattal kapcsolatosan, rengeteg emberrel ismerkedtem meg, a sors hozott ide a szomszédfaluba, Felsőnyáládra, dolgoztam itt a környéken, ebbe a bányába is, mindig az volt más különböző területen, és mindig az volt a gondolatmenetem, a tevékenységem a fő mottoja, hogy mindig a jobb utáni lelkesedésem vitt ahhoz, hogy egy közösséghez tartoznak. Nagyon egyszerűen tudnám ezt kifejezni, hogy hasonló az életünk, mint a parasztemberi, a mezőgazdaság. Ő a napot látta. Mi a föld alatti világot láttuk, és csak akkor tudtuk feltekinteni, hogyha elődöttünk és rámcsukott a napot. Én ezt az érzésvilágot hordom mai napig is, az életem mindenfajta részében. Családomban is, és a jó barátokkal, ismerősökkel is, úgy próbáljuk egyébként ezeket a hagyományokat őrizni, továbbvinni őseink termékét, akik egyébként óvodát, bölcsödét, iskolát, gyárakat, intézményeket építettek, magánlakásokat, akik itt ülnek egyébként, részesei voltak, meg vannak mai napig is, hogy a lakásukat is a bányászattal kapcsolatos időszakban építették, gyerekeket itt neveltük, iskoláztattuk, az útra adtuk. Nekünk az a feladatunk a múlt ápolásával együtt, hogy átadjuk azokat a gondolatokat a gyerekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, akik érzésvilágban tovább fogják vinni azt a gondolatot, ami a bányászat lelkébe, a föld alatt fog, és tulajdonképpen az életébe is. Úgy érzem, hogy ezeket a gondolatokat 1500 szakszervezeti tag, tehát nyugdíjas bányász szakszervezeti tag nevében mondhatom el, felbátorítva arra, hogy ha az egészségünk, meg a jó indulat, a jó akarat tovább tudja vinni egyébként azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, ami hozzátartoznak egy bányász érzésvilágához. Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk jó egészséget kívánni, bányász köszönségszer jó szerencsét, remélve arra, hogy az elkövetkezendő évben ugyanígy, talán még többen is méltóképpen tudjuk ünnepelni ezt a jeles napot. Kívánok mindenkinek jó szerencsét, családjuknak is, békességet, és azoktól is szeretnénk elbúcsúzni, hogy már nincsenek közöttünk, de az emlékeinket majd a koszorúkkal együtt fogjuk megmutatni. Ezzel a gondolatok befejeztével még egyszer köszönetet mondok az önkormányzatnak, annak vezetőinek, testületnek, polgármester úrnak, hogy alkalom és módot nyújtott arra, hogy itt megrendezzük Krüttyánba a bányásznapot, és remélve, hogy az elkövetkező évben még nagyobb támogatással, odaadással, érzelmekkel fogják egyébként ezt a jeles ünnepet még tartalmasabban. Ezek jegyében engedjék meg, hogy a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöksége nevében átnyúsak egy pár olyan emléktárgyak erekét, amit majd szólításom alapján odaítéltek az illetékeseknek. Kérem önöket, hogy figyelemmel hallgassák a munkájuk alapján és mások ajánlása alapján, vagy a kor alapján, az időtöltés alapján érdemelték ki, hogy megemlékezzünk rá. Engedjék meg, szólítsak! Szalkai Ferenc urat, 50 éves. Köszönöm szépen!
Panasz Ferenc úrnak. Hol vagy te? Gyere barátom, köszönjük a segítséget. Élek, remélem, hogy a jövőben is találkozunk. Tudom fejből, Pauli ura, ismerlek, gratulálok, 50 év az nem kis idő, gratulálok. Egyebek között, engedjék meg, hogy ezúttal adjak át egy legújabban alapított emléklapot Ari Vilmos úrnak. Hol vagy, Vili? A Bolsói Kárnyászok területi feladatának köszönetét fejezi ki a bányász közösség és a bányász hagyomány megőrzési és védett munkáért. Köszönöm. Gratulálok, végtelen. Szintén emléklapot adományoz a Kuritjányi Nyugdíjas Szakszervezet, illetve a Fekete-Völgyi Alapszervezet elnöksége, vezetősége, Icsó Miklósné. Nagy tisztelettel a Horvára védő angyalok védőszentjének emlékét és plakettját adom át neked. Nagyon köszönjük a munkát! Kovrán Győző, gyere Győző, vagyis rohanj! Ahol nem vagy, szaladhatsz. A bányászat hagyományának megőrzése, illetve ápolása gyanánt engedd meg, hogy szakszervezetünk nevében gratuláljak, hosszú életet kívánok. Következő gondolatom Gál Géza úrhoz szól. Édesokta, a húzalmi tevékenységet folytatta és lehetőséget. Köszönöm, hogy velünk vagy. És gratulálok. Ne utolsó sorban Szatmár Jánosnét szólítom, nem tudom, hogy jelen van-e, nem látom. Józsefné. Vagyis Józsefné. Nem tudok jönni. Akkor légy már kedves, mint bizalmia, add át neki szívélyes üdvözletünket is egyben, és jó szerencsét. És sok sikert és egészséget kívánunk. Ezzel az egyszerű gondolatok jegyébe óhajtom lezárni végtelen szeretetemet önök iránt, ti irántatok. Remélve úgy, hogy az ismeretségünk még jobban fog majd kamatozni a jövőbe, ha az egészségünk és az erőnk megengedi, többször fogunk találkozni és méltóképpen megünnepelni ezt a jeles ünnepet, és ahogy a polgármester úr mondta, a 73. napot is, ami az én szívemben és igen-igen sok bányász szívében az egyik legnagyobb ünnep a világban. Köszönöm, hogy meghallgattatok, jó szerencsét, sok sikert kívánok családatoknak, egészséget. És engedjétek meg még utolgondolatba, hogy emlékezzek azokra, akik már nem lehettek közöttünk, akiknek a szíve ott van egyébként szerettei szívébe, akiket nem csak, hogy eltemettük, hanem szívünkben is hordozzuk, örökké, örökké. És jó szerencsét kívánok mindenkinek. Köszönöm.